Sokszor megmagyarázhatatlanul elönti a természet szemlélőjét egy különös érzés, amikor rádöbben Parányi mi voltára, a nagy egészhez képest. Néha ez az érzet azzal társul, hogy teleszívjuk tüdőnket friss levegővel. A nap felé fordítjuk arcunkat, és hagyjuk sugarait, hogy felolvasszák megkötött izmaink. Talán akad olyan ember is, aki a vadvirágos rétnek örül, vagy annak, hogy megölelhet egy fát. Érezzük, ahogy feloldódnak bennünk bizonyos feszültségek, és végül este, mikor magunkra csukjuk házunk ajtaját, azt észleljük, hogy egy kicsit könnyebbek lettünk. Ennek a lelki folyamatnak mégis az egyik legfontosabb kérdése, hogy milyen szemlélettel ébred másnap az ember. Felismerje Parányi mi voltának jelentőségét, hogy a körforgás láncszemei közül parányiságához képest mekkora felelősség hárul rá a természet körforgásának egyensúlytartásában. Ember természetért vállalt felelőssége az életvitelében mérhetőleg inkább. Az ökológiai lábnyom értéke az, ami által egy társadalmi csoport lemérheti magán, hogy milyen mennyiségű földre és vízre van szüksége önmaga fenntartásához és a megtermelt hulladék elnyeléséhez. Rengeteg ember fáradozik nap mint nap azon, hogy ezt az értéket csökkentse, hiszen azzal párhuzamosan, ahogyan belendült a 21. századra az életvitelünk, azzal egyenlő arányban gyorsulni, nőni kezdett az emberiség természetben hagyott lábnyoma is. Mégis, a sepsibükszádi Stegbauer Jóska bácsi lábnyoma nem növekedett számottevően a születése óta. Azáltal, hogy minden egyes napját kint tölti a szabadban, akarva akaratlanul olyanná formálta a viszonyát a földhöz, az állatvilághoz, az erdőhöz, hogy elsődleges célja annak hosszú távú megőrzése lett. Többször megtapasztalta élete során, hogy milyen az, ha mindettől megfosztják az embert. Ezek az időszakok voltak azok, melyek igazán megerősítették őt annak a célnak az elérésében, hogy mindenre megtanítsa gyermekeit, amit ember és természet viszonyáról tudni érdemes. Ahogyan gondozzuk állatainkat, műveljük földjeinket, erdőinket, az mind-mind tükörképünké válik. Környezetünkhöz való viszonyunk tükörképévé. A hasonló értékű emberek jelenléte jó okot adott a bizakodásra a Csomád Bálványos Natura 2000-es terület gondnokságának, a Vinca Minor Egyesületnek 2010-ben, amikor elvállalta a terület felügyeletét, hiszen egyből talált partnereket arra, hogy egyes elképzeléseik mára megvalósuljanak. A Csomád Bálványos Természetvédelmi Terület csaknem 6000 hektáros kiterjedésű, mely közigazgatásilag Sepsibükszád és Torja községek területén fekszik, Kovászna megye közép-északi részében, a bodoki havasoktól északra, a Hargita-hegységtől délre eső területen. Északon a szintén Natura 2000 Szent Anna-tó mohos tőzegláp természetvédelmi területtel határos. Nyugaton átvedést képez a Bodok-Barót-hegység különleges madárvédelmi területtel. Sepsibükszád fiatal falu, hisz alapításának az 1782-ben átköltöztetett zsombori üveggyári munkások letelepítése számít.
első világháború kirobbanása az erdélyi üveggyártás végét is jelentette egyben. Így az 1989-es romániai rendszerváltásig a falu lakosságának nagy része a környéken működő három kőbányában kereste a megélhetését. A kővel összefonódó szoros kapcsolatra leginkább a helyiek építészeti öröksége mutat rá. A gondosan megfaragott kapulábak, az idő múlására fittyet hányó házak, csűrök, de még a több száz éves várromok is mind-mind arról tanúskodnak, hogy a helyiek értettek a kő megformálásához. A hegyi ember számára az áprilisban elolvadó hó jelenti a tél végét. A napsugár előcsalogatja a legelők, kaszálók hírnökeit, egyértelmű jelét adva annak, hogy várja látogatóit. Hömpölygő júnyájak, kígyózó karavánok lepik el a hegyeket. Épülnek az esztenák. A Gyurka Szilárd és felesége Imola esztenája is azon szigetek közé tartozik, melyeket a Jóska bácsihoz hasonló értékőrzők lakják. Sugárzik belőlük valami megfoghatatlan energia, mely abból az örömből fakad, hogy újra fent lehetnek a hegyen, Isten közelében. Érződik minden rezzenésükben a tapasztalat, annak ismerete, hogy hogyan helyezzék el a szállásaikat, a karámokat, a tűzhelyeket. Ritka ragaszkodás fedezhető fel szemükben az iránt, amivel foglalkoznak. Kevesen tudják ezt ilyen alázattal csinálni, hiszen ez egy megterhelő munka, amiből soha nincs kiszállás. Talán a megkérdőjelezhetetlen istenhitük az, ami ilyen kitartóvá tette őket, és az az ősi tudás, melyet ők is generációkon keresztül átörökítettek a régmúlt időkből. Az áprilisi meleg másoknak is okot ad az ébredésre. Akárcsak az esztenák helyeinek gondos megválasztása, úgy az anyamedve körültekintése is fontos, amikor kiválasztja téli lakhelyét. A nehezen megközelíthető, meredek hegyoldalak mindig jó választásnak bizonyulnak, ha biztonságos gyerekszobát, azaz bocsszobát keres kicsinyeinek. A tavaszi napsugár besüt az előszobába, s a lágyan fújó szellő illatából félreérthetetlenül érződik, hogy nincs miért féken tartani már a bocsokat. El kell kezdeni újra. Ki kell menni, fel kell nevelni újra őket. Nem lehet heverni már a biztonságban, mert a hosszú élet titkát még el kell sajátítani. Apró lépések, visszacsúszások,
fenékre esések, fülhúzások, dorgálások és önfelett játékok sokasága az, mi segít a medve élet elsajátításában. Az erdei lakomák sorozata, a figyelmeztető jelzések megtanulása mind-mind azt szolgálják, hogy leválasztások után érett kis mackók legyenek. A Csomád büdös hegycsoport a Hargita-hegység legfiatalabb vulkanikus képződménye. Felszínére jellemzőek a nagy domborzat formáló erők, a lejtők hajlásának erőteljes váltakozása. Vulkanikus térség lévén jellemzőek az utóvulkáni tevékenységek, mint a kénhidrogénes és széndioxidos mofetták, különböző méretű üregek és barlangok, borvízforrások, amelyek között sem összetétel, sem íz vagy illat alapján nem találni két egyformát. Szekér várakozik az erdő peremén. A lóra gondosan felhelyezett csengettyűk jelzik a vadvilágnak, hogy ember jár a közelben. Márton István bácsi és unokája gyakran járja együtt a torja határában tornyosuló hágókat, gerinceket, völgyeket. Mondhatjuk, a vizek útját járják, kincsei után kutatva. Mindenhonnan mernek egy keveset, ismerve azok tulajdonságait. Mi jó a szemnek, mi az ízületeknek, mi szünteti meg a gyomorbántalmakat, vagy melyik a legjobb ásványvíz a mindennapi fogyasztásra. Ez az ismeret a nagyon régi időkbe vezet vissza, amikor még mindenki a természetből gyűjtötte össze orvosságait. Kevesen őrzik már ezt a tudást, de jó látni, hogy Pista bácsi és unokája együtt járják be ezt az utat. Torja írásos emlékei egészen a 14. század elejéig nyúlnak vissza, de a Torja patakának völgye már az időszámításunk előtti 5. évezredtől lakott területnek számít. Az emberi jelenlét korábbi lenyomatait számtalan várban bizonyítja. Közülük a legjobban a bálványos vára maradt fent, melyet a 17. század elejéig az aporok lakták, akik majd leköltöztek a Torján megépített kúriába, mely a mai napig a család tulajdonát képezi. A magyarok keresztény hitre való áttérése után az aporok számítottak az ősi magyar vallás utolsó őrzőinek, mivel csak a 12. század elején tértek át Jézus követésére.
amennyire ragaszkodtak ősi pogány hitükhöz, olyannyira kötődnek keresztény hitvallásukhoz a középkortól napjainkig a község lakói. Számos templom, kápolna, kegyhely igazolja ezt. A terület potenciálja számtalan turistát vonz a környékre, pontosabban a védett terület szinte kellős közepére, a Büdös hegyre, mely nevét a ma is feltörő utóvulkanikus kéngáz kitöréseknek köszönheti. Amikor a Vinca Minor Egyesület megkapta a felügyeleti jogot a természetvédelmi terület fölött, elsődlegesnek tekintette a turizmus meglétének a beépítését a terület kezelésébe. Alapelvként kezelték meggyőződésüket. Ahhoz, hogy jól működjön a természetvédelem, környezetvédelem együtt az ott meglévő érdekeltségekkel, jelen esetben egy intenzív turizmussal, kompromisszumos megoldást kell találni úgy, hogy mindkét fél számára elfogadható módon élhető, használható, illetve védhető legyen a terület. Az emberi kíváncsiságnak sajnos vannak negatív vetületei is. Ma már nem létezik olyan ember, aki ne lenne tudatában annak, hogy tilos a medvéket etetni. Mégis sokan, mint egy bátorság próbára úgy tekintenek erre a feladatra. Azon túl, hogy életveszélyes, amit csinálnak, egy olyan folyamatot indítanak el, mely a medvét élete végéig az ember közelébe szoktatja. Ez talán nem érdekli azokat, akik csupán egyszer látogatnak el a térségbe. De a helybeli embereket, akik a területen laknak és dolgoznak, mindennapos kihívás elé állítja. A vadállatok etetése a vadgazdák feladata. Ez egy olyan tudást és helyismeretet igényel, mely kizárólag az ő birtokukban van. Ennek elvégzése többnyire a vadállomány szabályozására, felmérésére volt kialakítva, valamint a vadak településektől való távoltartását segíti elő. Ha ebbe a pontos rendszerbe valaki belenyúl, összezavarva az állatok tapasztalatait a táplálék megszerzéséről, gyógyíthatatlan sebet ejt a vadvilág természetes életvitelében. Minden odadobott falat pár nappal kevesebbet jelent egy medve életéből, hiszen tudható, hogy igen opportunista állat. Minden esetben a könnyen megszerezhető eledelforrást fogja választani, aminek előrelátható következményei lesznek. A medvék elkezdenek kukázni, forgalmas útszéleken koldulni, és a rengeteg gyomrába kerülő műanyag elzárhatja a bélrendszerét. Lakóterületeken próbál élelemhez jutni, hatalmas károkat okozva, valamint az emberek életére is veszélyt jelenthetnek a településeken belül.
A természetben eldobott szemét az ember ökológiai lábnyomának névjegyeként szolgál. A falvak határaiban elrejtett szeméthegyek, az erdőkitermelésben kirándulásainkor magunk után hagyott haszontalannak tűnő tárgyak arról tesznek tanúbizonyságot, hogy hajlamosak vagyunk néha megfeledkezni arról, hogy mi mindent ad nekünk a természet. Szerencsére vannak arra utaló jelek, hogy a helyi önkormányzatok, karöltve a természetvédelmi terület gondnokaival, foglalkoznak a probléma felszámolásával. A medvebiztos kukák egyre nagyobb számban jelennek meg a térségben. A folyamatos lakossági tájékoztatás, valamint az illegális szemétlerakóhelyek köré húzott mély árkok arra utalnak, hogy elkezdődött egy folyamat a természeten keletkezett sebek gyógyítására. Hajnalodik. A teheneket fejő gép kutyogása megelőzi a felkelő napot. A forrásról friss víz érkezik. Mire aranyra festene mindent, ecsetével a fennvaló, e hegyi templomában befejeződik a nyáj fejése is. Talán elátvány az is, annak meleget árasztó fénye, mely enyhíti a sötétben felkelő fejéstől sajgó kezeket. Közel 200 jó után csupán két fejű kannányi tej gyűl össze. Megpihenni nincs idő. A tej feldolgozásra vár. Míg szikkad a sajt, készül a reggeli. Üstben főtt puliszka a menü, melyet az öregek tanítása szerint 150-szer jobbra, majd 150-szer balra kavar meg a bács. Finom, omlós, friss horda kerül a közepébe, s ahelyett, hogy hátradőlne a bács a reggeli elfogyasztása után egy átlagos emberhez hasonlóan, ki kell hajtani az erdőszélről az elbuklászó juhokat, hiszen tilos az erdőben való legeltetés.
Megindul a nyáj. Itt minden nap így telik el. Soha gyorsabban. Soha lassabban. Ehhez a munkához rengeteg kitartás kell, amit az imából merít a hegyi ember. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istennek nevében nem. Ezt az imót fél szeretném olyan csalód. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a Te nevet. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes. Te veled áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szentelje. Imádkozz az érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrunk veled. Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus. A mindennapi média hírek közepette gyakran is túl könnyedén törnek pálcát az erdőgazdálkodás fölött. Minden beavatkozást hajlamos az ember rossz szemmel nézni, de ha egy kicsit jobban betekintést nyerünk e komplex szakma mögé, hamar rájövünk, hogy ezt lehet fenntartható módon is csinálni. Például sokan nem tudják, ha rés nyitunk az erdőben, a kitisztított területen, míg az alátelepülés vagy a visszaültetett csemeték mérete engedi, addig az első megjelenő növények a szamóca, a málna és a szeder. Ezeket a területeket gyakran látogatják az erdő vadjai, hiszen bőséges táplálékra találnak ott. A természetvédelmi területen meglévő erdőtípusok, élőhelyek gyakorlatilag már egy olyan erdőrészen alakulnak ki, ahol már több száz éve erdőgazdálkodás folyik. Ha kiiktatnánk a benne folyó aktivitást, az nagyon megváltoztatná esetleg, meg is szüntetne egy pár olyan élőhelyet, amely jelen pillanatban is a védett listában. A természetvédelmi terület gondnokainak véleménye hasonló a turizmus esetén alkalmazott elvekkel. A területen gazdálkodó emberekkel, érdekelt felekkel meg kell találni azt az együttműködési formát, keretet, ahol a lehető legjobban eléri mindkét fél a céljait. Mindez összhangban van a Natura 2000 irányelveivel is, mely hangsúlyt fektet az ember és az élővilág harmonikus együttélésére. A denevérek számára az erdő a nappali szállás, a kölykező tanyát és a táplálkozó helyet is jelenti egyben. Minden szempontból fontos a denevérek számára az erdő, még akkor is, ha egyes fajok legszívesebben barlangokban vagy épületekben ütnek tanyát. Táplálkozni ugyanis ezek a denevérek is javarészt az erdőbe repülnek, hiszen ott a leggazdagabb a táplálékkínálat, a rovarok fajszámát és mennyiségét tekintve egyaránt. Az erdőgazdálkodás szempontjából tehát fontos az is, hogy milyen a denevér búvóhelyek mennyisége. Például van-e sok öreg, odvas, hasadékokban gazdag fa? Az elmúlt időszakban a szóban forgó fák állományának nagy része felmérésre került, és koordináta szerint be is jelölte őket a gondnokság, így hasznos térképet szolgálhat majd az erdőben gazdálkodók számára. Anya medvénk új fejezethez érkezett a tanítás terén. Láthatóan őt is gondolkodóba ejti, hogy mi a teendő ilyenkor. Emlékeiben kotorászik, de nem tudja kiverni fejéből azt, ami ide csalogatta őt. Egy turistáknak fenntartott medveles közelében ott maradt kukorica árasztja csalogató illatát.
rövid mérlegelés után nem tud ellenállni a könnyű tápláléknak, s olyan döntést hoz, melynek emléke nem marad nyomtalanul kicsinyeiben. Az ember közelébe vezeti őket. A bocsok nem érzik a veszélyt, hiszen nincs is mitől tartaniuk. A favágók tisztes távolságból végzik munkáikat, s igyekeznek kevésbé megzavarni őket. Hogy jó döntést hozott-e? Azt a jövő megmutatja. Egy biztos. Ezek a bocsok már nem fognak félni annyira az embertől. Natura 2000-es természetvédelmi területet egy tőzeges, három bükkös és egy gyertyános tölgyes élőhely és az azokban élő állat és növényfajok védelmére hozták létre. A ragadozók közül védettnek számít a medve, a hiúz és a farkas. Két éltű fajok közül a sárga hasú unka, a kárpáti és tarolyos gőte, három denevérfaj, az ízelt lábúak közül pedig az erdélyi avarszücske élvez védettséget. Állatvilágának sokszínűsége, élőhelyeinek változatossága minden látogatót elkápráztat. Kiváltképp akkor, amikor olyan kis oázisokba vezet a jól kijelölt turista ösvény, mint a buffogó tőzegláp. Külön kis mesevilág ez, ahol olyan ritkán előforduló növények találhatók, mint a kereklevelű harmadfű, amely egy húsevő növényfaj, és az őszi rózsafélék családjához tartozó szibériai hamuvirág. Az elven itt sem változtatott a gondnokság, amikor a lábhoz látogató turisták fogadására készült. Igyekeztek egy olyan pallórendszert kiépíteni, ahol a turista szabályozottan ismerkedhet meg az élőhely értékeivel úgy, hogy a lehető legkisebb hatással legyen a lábra, úgymond a legkisebb lábnyomot hagyja maga után. Gyerek zsivaj lepi el a meredek hegyoldalakat.
Ma rendezik a büdös hegy napját. Ilyenkor gyerekek százai lepik el az erdőt, ismerkedve a természet értékeivel. A Vinca Minor Egyesület megalakulásakor egyik legfontosabb célkitűzésének a lakosság ökológiai nevelését, a helyi közösségek környezet tudatosságának növelését tűzte ki célul. Összefonták ezeket a karókat, úgymond, és megtömték agyakba a fővel, sárral. Ennek gyakorlatba ültetését az sem változtatta meg, amikor 2018-ban egy kormányhatározat állami felügyelet alá vonta a Natura 2000-es területeket. Az Egyesület azóta is éves rendszerességgel szervez gyermekprogramokat, tanulmányi táborokat, találkozókat, tematikus napokat, workshopokat, sportrendezvényeket az érdeklődők számára. A gyerekek első kézből értesülnek kiváló szakemberektől annak fontosságáról, hogy a környezet, amelyben élnek, mennyire gazdag természeti értékekben. De arról is tudomást szerezhetnek, hogy mennyire sérülékeny mindez, és hogyan kell tudatosan élni a mindennapokban ahhoz, hogy ne ártsunk környezetünknek. Az eredmény pedig lenyűgöző. Nem látni unatkozó gyerekeket. Nagyon-nagyon köszönöm a részletetek, remélem tartalmas volt, délután. A köd egyre gyakrabban rabolja el a reggeli napsugarakat. Hiányzik már a bácsnak a reggeli madármuzsika. Érzi, nem húzhatja sokáig az időt. A fenti legelők kisobányodtak már, s várja őket a hegyek lábainál őszi parókában a mezei rét. Ezt a csodát. Valaki megint varázspálcát vett kezébe a fentiek közül.
hó. Szerusztok. Bemutatkoznék, de az manapság kényes dolog egy medve részéről. De el kell árulnom nektek valamit. Én a világ egyik legszebb helyén lakom. Bizony. Van itt minden. Borvíz, szemvíz, lábvíz, kéngázbarlang, spá, tó, minden. És van egy titkom is. Nagyon szeretem a csokit. Édesanyám azt mondta, amikor utoljára láttam, hogy ha nem hagyok fel a csoki evéssel, elvitetem magam. Ezt én nagyon nem szeretném, hiszen itthon vagyok a legboldogabb. Ti ezzel nem így vagytok? Azt hiszem, képes vagyok lemondani róla. Csak minden rendben legyen. Na jó, ez lesz az utolsó. Az ember életében létezik egy bizonyos pillanat, amikor találkozik az egyéni felelősségvállalással. Ez mindenkinél máshogyan következik be, hiszen nincs két egyforma életút. Mégis van egy pont, amiért egyaránt felelősséggel tartozunk. Hogy mit hagyunk hátra magunk után. Hogy mennyi marad a nagy egészből szeretteinknek. Érzik majd a friss levegő illatát. Ölelhetnek majd fákat. Feküdhetnek majd virágos réteken? Lábnyomaink, melyeket eddig ejtettünk a föld felszínére, eléggé átrajzolták a jövőképet. Már egyre nehezebben tudja korrigálni magát bolygónk. A felelősség a mi kezünkben van, és talán nem is olyan nehéz ez a feladat. Őrzőkké kell válnunk, mi magunk is. A fenntartható, természetközeli élet őrzőivé.
A projekt címe a csomátbálványos védett terület megőrzését célzó előírású gyakorlatba ültetése, az Európai Regionális Fejlesztési Alap által a Nagy Infrastruktúra Operatív Program 2014-2020 keretén belül társfinanszírozott projekt. Jelen filmtartalma nem feltétlen tükrözi az Európai Unió és a román kormány hivatalos álláspontját.